Éva, mivel te már jártál Afrikában, és engem is nagyon vonz ez a világ, jó lenne, hogyha egyszer elvinnél oda engem, mert olyan jó kis élményekkel tértél haza, hogy engem nagyon érdekelne az, hogy ott hogy élnek akár a szegényebb emberek, vagy hogy élnek ott az emberek egyáltalán, meg milyen világ az. Szegénységben. Tudom, de azért biztos van olyan része is, ami ugye ez a bunkeres, és van gondolom egy jobb módú, fejlettebb része is. Hát én jobb módú fejlettel nem találkoztam, én tényleg csak a helyi törzsekkel hozott össze az élet szerencsére. És ugye egy hónapot töltöttem kint Afrikában, tényleg én olyan közelről csodálhattam meg Afrikát, amit szerintem sokan nem mondhatnak el. Szóval az ember tényleg feltöltődik Afrikában, tényleg egy olyan kontinens, mert tényleg ki kell menni, és az ember így kicserélődik, át kell élni egyszer. Fú, akkor most már engem nagyon elcsábítottál, de ha most nem is tudsz engem elvinni Afrikába, én nagyon örülök, hogy elhoztál ide a Bambarába, mert ugye itt arról szól az egész, hogy ide varázsolják nekünk Afrikát, akár a szobának a stílusa, vagy az étterem, vagy az aula, tehát hogy mindenhol Afrikáról szól az egész, ugye? Jól látom? Jól látod egyébként, tényleg nagyon szép a szállod, és tényleg az ember úgy érzi, mintha Afrikában lenne. Általában olyan helyekre szoktunk járni, ugye a Bence miatt, most már 3 éves, ahol tényleg a családbarát hoteleket választjuk ki, ahol ő neki akár játszóházban tud játszani, ahol érdekes programokat szerveznek neki, mint például miket csináltunk ma? Mindenben sütöttünk mézes kalácsot, ami eszméletlenül élvezte, úgyhogy felfedeztem Bencében, hogy nagyon jól mozog a konyhában. Nagyon ezt eddig nem tudtad? Szakács vagy cukrász válhat belőle. Találkoztunk a télapóval is, ami nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült, mert tavaly még a Bence még félt és sírt a télapótól, amikor meglátta, akkor egyből elrohant. Igen. Most viszont nagyon boldog volt, elején egy kicsit félt, de nagyon kedves télapóval találkozott és tök jó feloldódott, úgyhogy egy pipa, télapót szeretjük most már. Szeretjük újra, és ne feledkezzünk meg a kis wellness részlegről sem, mert ugye, hát anyának az a szíve csücske, hogy egy kicsit, mivel a fiúk eléggé össze vannak nőve, ezért ilyenkor nekem marad egy kis szabad időm, egy kicsit peskőfürdőzni, vagy szauna világot kipróbálni, úgyhogy én ezeket nagyon díjazom itt. Hát míg anya ugye kényezteti magát, kír marad a gyerek, hanem az apára. És mi Bencével eléggé nagyon sokat szoktunk játszani, birkozni, hát a vízet nagyon-nagyon szereti, ő 3 hónapos korától már egy járt úszni, úgyhogy nagyon-nagyon szereti a vizet, és eszméletlenül tetszett neki a barlangfürdő. A fények, a különböző vízcsobogás, fröcskölés, vígszanzott a barlang, úgyhogy eszméletlenül élvezte, alig lehetett kirángatni a vízből. Mi nagyon jól éreztük magunkat itt a Bambara Hotelben, csak ajánlani tudjuk a családos gyermekes embereknek, eszméletlen jó kikapcsolódás, és nagyon jól feltöltődik az ember. Én még annyit hozzátennék, hogy szerintem kettesben is bármikor eljöhetünk, mert tudod, a legfelső szinten a romantikus hangulat alapján működik a hotel, tehát nem csak gyerekkel. Te voltál fel valakivel? Hát megmutatták nekem, úgyhogy én pároknak is ajánlom.